Zsúfolásig megtelt a megyei kereskedelmi és iparkamara székháza a Modern Vállalkozások programjának Győri információs napján. A programnak komoly szerepe lehet a hazai vállalkozások felzárkóztatásában, hiszen jelenleg utolsó helyen állunk az Európai Unióban a vállalkozás irányítási és ügyfélkezelési rendszerek alkalmazásában. A vállalkozások segítésében és tájékoztatásában a kamara jelentős szerepet tölthet be. Itt kell nekünk bemutatnunk, lehet látni a sondokon, hogy miről is van szó. Mit várhatnak el most a cégvezetők, hogyan tudják ezeket tényleg megismerni, hol tudják megismerni, és esetlegesen tényleg beépíteni az ő mindennapjaiban. A kamara 6 programot fog a következő fél évben szervezni, ez 2 megyei szintű, Győri helyszíne, és 4 járási, Kapuváron, Csornán, Mosonmagyaróváron és Ferencszentmiklóson lesznek ilyen programjai. A Modern Vállalkozások programját a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, az Infotér Egyesület, valamint a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség hívta életre. A Vállalkozz Digitálisan program 4 alappilléren nyugszik. A program egyik legfontosabb pillére annak a 27 fős tanácsadói hálózatnak a működtetése, amely segítségével a vállalkozások egy ingyenes auditon eshetnek át, egy ingyenes auditot kérhetnek, és fejlesztési irányokat, fejlesztési javaslatokat kaphatnak a tanácsadói hálózatunktól. A másik nagyon fontos pillére a programunknak az a rendezvény sorozat, amely az ország szinte minden pontján elérhető, ez 127 rendezvényből álló rendezvénysorozat. A másik 2 pillér egyik egy olyan adatbázis, amelyben a program résztvevői olyan kedvező ajánlatokat érhetnek el, amivel mások nem találkozhatnak. Ezen kívül egy szemléletformáló tudástár felállításán is dolgoznak a regisztrált vállalkozások számára. A program résztvevői digitálisan felkészült vállalkozás minősítést is szerezhetnek, ami az egyes pályázatokban is előnyt jelenthet. Ősszel jelennek meg azok a pályázatok, amelynek a keretében különböző informatikai fejlesztéseket hajthatnak végre a közép-magyarországi régión kívül működő cégek, tehát a Pest megyei és a Budapesten kívüli cégek indulhatnak majd ezeken a pályázatokon. Fontos, hogy azok a cégek, amelyek a digitálisan felkészült vállalkozás státusszal rendelkeznek, a vissza nem térítendő oldalon plusz 5%-os forrást érhetnek el, plusz 5%-os további támogatást érhetnek el. A közeljövőben tehát várhatók a kiírások, köztük a GINOP 3.2.2 pályázat, amelyben szintén előnnyel indulhatnak a digitálisan felkészült vállalkozások.